Életbe lépett az illegális bevándorlást szervezők ellen büntetőjogi eszközökkel fellépő Stop Soros néven ismert jogszabály. Hatékony védelmet nyújtott a Fidesz-KDNP pártszövetség Magyarországnak a Stop Soros törvénycsomaggal, amely vasárnap lépett hatályba, jelentette ki Bajkai István. A Nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, erős felhatalmazást és jogi eszközöket kaptak az igazságszolgáltatási szervek, hogy fel tudjanak lépni azok ellen, akik az illegális bevándorlást szervezik, pénzelik, és végső soron a törvények kijátszására biztatják, tanítják a migránsokat, és eredményesen meg tudják védeni az országot tőlük. A soros hálózat változatlan intenzitással és eszközökkel arra törekszik, hogy Európát elárasszák a bevándorlók, és a kontinens kevert népességűvé váljon, hangoztatta Bajkai István. Szavai szerint a hálózat eszközei között szerepel, hogy legális útvonalakat követel a migránsoknak, sőt attól sem riad vissza, hogy a törvények kijátszására biztassa őket, sőt az illegális határ átlépés sem áll tőlük távol. A Fidesz képviselője kiemelte, hogy ezt nem fogják elnézni. A Stop Soros törvénycsomag értelmében bűncselekménynek minősül az illegális bevándorlás szervezése, amelyet alaphelyzetben elzárással, súlyosabb esetben pedig akár börtönnel vagy kitiltással büntetnek. Brüsszel és a soros hálózat akárhányszor is fenyegeti meg Magyarországot, a Fidesz és a KDNP szövetsége ki fog tartani a magyar nemzeti érdekek védelme mellett, szögezte le Halász János. A múlt héten fontos uniós csúcs volt Brüsszelben, ahol a migráció volt a fő téma. Magyarország véleménye következetes a migrációt illetően, és ezt a véleményt egyre többen vallják magukénak. Az idő bennünket igazolt, és végre Nyugat-Európa is kezd felébredni, hangsúlyozta a fideszes képviselő napirend előtti felszólalásában. Felhívta a figyelmet arra, fenyegetett az a veszély, hogy a létrehozandó menekült táborokból az európai országokba szétosztják a migránsokat. Hozzátette, ezt a javaslatot sikerült visszavernünk, és elfogadtatnunk a sajátunkat. Ez pedig kimondja, hogy az ezután létrehozandó menekült táborokból senkit sem lehet áthelyezni másik országba az adott ország beleegyezése nélkül. Így Magyarország továbbra sem lesz bevándorló ország, megmarad magyar országnak, húzta alá. Halász János arra is figyelmeztetett, nem lehetünk maradéktalanul elégedettek, bár a kötelező kvóta kifejezés lekerült a napirendről, a probléma még egyáltalán nem oldódott meg. Több millió migráns érkezett az Unióba az elmúlt években, és újabb milliók szeretnének jönni. A balkáni útvonal él, és Afrikából is özönlenének Európába a migránsok, fejtette ki. A V4-es szövetség a migrációs válság hatására virágzott ki és mutatta meg erejét, mondta Kovács Zoltán az Echo TV műsorában. A kormányszóvivő hangsúlyozta, most sikerült a négy ország érdekeit érvényesíteni Brüsszelben, azonban a bevándorlás kérdésében további viták várhatók. A V4-ek ugyan csatát nyertek a menekültek szétosztásával kapcsolatban, de még nem lélegezhetünk fel, hangsúlyozta Kovács Zoltán. Az önmagában egy óriási eredmény, hogy a közép-európai államok hangjának hallatása és politikai kisugárzása érezhető egész Közép-Európában. A legutóbbi V4-es találkozón teljesen bebizonyosodott, hogy Ausztria is osztja a migráció kérdésében a V4-ek által képviselt elveket, magyarázta. Hozzátette, mindenkinek az az érdeke, hogy egy irányba mozduljon Európa, mi ezt 3 éve mondjuk, és lehetőleg ez az irány nem migrációpárti legyen. Július 1-től minden olyan számlát lát az adóhivatal, amelynek az áfa értéke eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot. A jogkövető az átállásban partnerként közreműködő vállalkozásokat azonban nem éri joghátrány, ha az általuk használt számlázó program esetleg még nem képes az online adatszolgáltatásra, mondta Varga Mihály. A pénzügyminiszter hozzátette, előfordulhat ugyanis, hogy egy vállalkozás nem áll készen július 1-én az adatszolgáltatásra.
A NAV tehát július 31-éig nem bírságolja a mulasztást, ha a vállalkozás már regisztrálta az online számla rendszerben, és a számla adatok az időszak végéig utólag megérkeznek az adóhivatalhoz, jelentette ki Varga Mihály. Júliustól ingyenes a KRESZ tanfolyam és vizsga a 20 év alattiaknak. A visszatérítés 25 000 forintig igényelhető a B-kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez. Az M1 műsorában a család és ifjúságügyekért felelős államtitkár fejtette ki a részleteket. Novák Katalin emlékeztetett, július 1-től a jogosítvány megszerzésében segítenek a fiataloknak, ugyanis ma már ingyenesen végezhetik el a KRESZ tanfolyamot az érdeklődők, és a vizsgára sem kell fizetni. Az államtitkár kifejtette, sok munkakörben feltétel, hogy jogosítvánnyal rendelkezzenek a jelentkezők, ezért a 20 év alattiak, akik B-típusú jogosítványt szeretnének szerezni, a sikeres KRESZ vizsga után visszaigényelhetik az államtól a tanfolyam és a vizsgadíját maximum 25 000 forintig. Felhívta a figyelmet arra, hogy az online tanfolyamok elvégzését is támogatják, és hangsúlyozta, az érdeklődőknek saját névre kiállított számlával kell igazolniuk, hogy sikeres vizsgát tettek. Az igénylés menete pedig a továbbiakban rendkívül egyszerű, a vizsga, illetve a tanfolyam díját pedig viszonylag gyorsan visszatérítik. Én mindenkit biztatok arra, hogy ha 20 év alatti, akár most a nyári szünetben, ha van annyi ideje, hogy egy KRESZ tanfolyamot elvégezzen, akkor már egy lépéssel közelebb van a jogosítvány megszerzéséhez vezető úton, emelte ki az államtitkár. A koraszülött mentés és ellátás fejlesztését, a védőnői hálózat erősítését, a Nemzeti Védőoltási Program, a gyermekfogászat és a házi gyermekorvosi hálózat erősítését is a legsürgetőbb teendők közé sorolja a Magyar Hírlap hétfői számában megjelent interjúban az egészségügyért felelős államtitkár. Nagy Anikó elmondta, hogy elkészült a Nemzeti Gyermekegészségügyi Programjavaslat, és a kórházaknál nem tervezi a hagyományos kancellári rendszer bevezetését. A kormány 2010 óta pótolja az egészségügytől a korábbi kormányok által elvett pénzeket, így 2019-ben 647 milliárd forinttal több jut e területre, mint a baloldal által utoljára benyújtott költségvetésben. Jelentős többlettel számol jövőre egyebek mellett a gyógyító megelőző kassa, ami elsősorban új gyógyszerek és technológiák bevezetését, az új készítmények elterjesztését jelenti. Hozzátette, az egészségügyi szakdolgozók további már korábban ütemezett béremelésére is van pénz a költségvetésben. Ezen felül jelentős plusz jut a beteg szállításra, a gyermekellátásra, illetve az országos népegészségügyi programokra. A kórházak eladósodásával kapcsolatban azt mondta, az a céljuk, hogy ne csupán utólagos adósság konszolidációra, hanem évközbeni forrásbővítésre is legyen majd lehetőség, illetve hogy egyre kisebb mértékben majd egyáltalán ne halmozódjanak feltartozások. Ingyenes tájékoztatóval segítik a szülőket a gyermekgyógyászok. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete és a Magyar Gyógyszerész Kamara ajánlásával készült füzet, amely a frissen publikált Hozzátáplálás szakemberektől című könyv kivonata, segítséget nyújt a szülőknek abban, hogy biztonságosabbá tehessék kisgyermekük táplálását, elkerüljék a táplálkozási tévhiteket, így csökkentve minimálisra például a gyermekkori allergia, a cukorbetegség, az ekcéma vagy épp az elhízás kialakulásának esélyét. A Kiskanál Kommandó nevű szakemberekből álló gyermekdietetikai mozgalom által összeállított 27 oldalas kiadványt minden gyermekorvosi rendelőben plakát hirdeti. A mozgalom azt írta, az általuk csak nem 1500 szülő megkérdezésével tavaly végzett felmérés eredményeiből kiderül, hogy Magyarországon a kisgyermeket nevelők tájékoztatása sokszor hiányos vagy idejét múlta az étkeztetés témájában. Megfelelő minőségű információ hiány pedig egyre nagyobb teret nyer a szakvéleményt mellőző, kizárólag tapasztalatcserén alapuló diagnosztizálás és kezelés, amely sok esetben a legjobb szándék ellenére is káros, sőt akár életveszélyes is lehet a kisgyerekre.
A kisokos mindenki számára elérhető és ingyenesen letölthető a www.kiskanálkommandó.hu/kisokos oldalról áll a közleményben. 24 év után újraindítják a tartalékos tisztképzést Magyarországon, közölte Benkő Tibor honvédelmi miniszter hétfőn Budapesten. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti kampuszán tartott állománygyűlésen csaknem 400 önkéntes tartalékos egyetemista diplomás volt jelen, akik rövidesen megkezdik 20 napos gyakorlati képzésüket. Benkő Tibor elismerését és köszönetét fejezte ki a tartalékos katonáknak, akik, mint mondta, önként vállalták a megmérettetést, azt, hogy tanulmányaik folytatása mellett a hazát részesítik előnyben. Benkő Tibor az önkéntesekhez szólva hangsúlyozta, amire vállalkoztak, az sok megpróbáltatással jár. Elsődleges feladatuk, hogy tanuljanak, készüljenek a jövőre, és mindezt a haza szolgálatában a nemzetért tegyék. A miniszter elmondta, a különleges jogrend időszakában Magyarország biztonságát csak nagyobb katonai erővel lehet biztosítani, de ehhez békében nincs szükség nagy tisztikart rendszerben tartani. Ezzel együtt emlékeztetett, jó dolog, hogy napjainkban Magyarországon békében és biztonságban élhetünk, de ezért minden nap sokan tesznek. Elindult a felügyeleti rendszer az étel- és italautomatáknál. Július 1-től minden működő automata forgalmát látja az adóhivatal, közölte az automaták felügyeleti szolgáltatója a Magyar Posta múlt héten az MTI-vel. A közlemény ismerteti, június 30-a után a jogszabály szerint már csak automata felügyeleti egységgel felszerelt és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megszemélyesített étel- és italautomata üzemeltethető. Az MPA tavaly július végi határidőig mintegy 800 üzemeltetővel 27 ezer automatára szerződött, végül június 31-ig mintegy 25 ezer automata felügyeleti egységet adott ki beszerelésre. A szerződött készülékek száma a műszaki alkalmatlanság és megszüntetés miatt csökkent nagyjából 25 ezerre, ismertette a közleményben a társaság. Június végéig közel 24 ezer egységet szereltek be, számuk azonban a Magyar Posta szerint még nőni fog, mivel vannak olyan üzemeltetők, akik a beszerelésről szóló adatlapot közvetlenül a határidő letelte előtt adták fel levélben. A Magyar Posta az automata felügyeleti egység telepítésekről beérkező adatlapok alapján tudja elindítani vagy megszemélyesítést a NAV felé. Az élelmiszerlánc minden ágára kiterjedő nyári ellenőrzés új célterületekkel bővül, így mostantól egészen augusztus 20-áig az eddigieknél több terméket, rendezvényt és árusítóhelyet vizsgálnak. Az Agrárminisztérium közleménye szerint fokozottan ellenőrzik az időszakos zöldség és gyümölcsárusító helyeket és piacokat, valamint az őstermelők termőterületeit. A vizsgálatok kiterjednek a nagyobb rendezvényekre, az ifjúsági és gyermektáborok étkeztetésére, az utcai vendéglátásra, a termékek közül pedig különösen az előkészített húsokra, a fagylaltokra, a szezonális zöldségekre és gyümölcsökre. Az akciót a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szervezi, szakembereik a kormányhivatalokkal együtt a szükséges vizsgálatokat is elvégzik. Még gondoskodhatunk gyermekeink és unokáink jövőjéről, mert a klímaváltozás okozta károk elkerülésére és enyhítésére a szükséges technológiák már javarészt rendelkezésre állnak. Csak politikai és pénzügyi elhatározás kell a vezetők részéről. A tudósok szerint a klímaváltozás hatásainak 80-90%-a a vízen keresztül érződik, hangoztatta Áder János köztársasági elnök a Honismereti Szövetség által rendezett 46. Országos Honismereti Akadémiát nyitó előadásában hétfőn Győrben. A vízügyi elnöki testület jelentése szerint, ha nem változtatunk az eddigi vízfelhasználási szokásainkon, akkor a világ számos országában ellehetetlenül a lakossági, a mezőgazdasági és az ipari vízellátás, ami gazdasági hanyatláshoz vezethet. Ez komoly szociális és társadalmi feszültségek forrása lehet, ami háborúkhoz, polgárháborúhoz és migrációhoz vezethet, mondta az államfő.
Hozzátette, ha vizeink szennyezését nem fejezzük be, az ENSZ egyik becslése szerint 2050-re több lesz a műanyag az óceánokban, mint a hal. Magyarországot szeretnénk olyannak megőrizni, amilyennek ma ismerjük, ráadásul a megelőzés olcsóbb és fenntarthatóbb is, mint a kárenyhítés, hangsúlyozta Áder János. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke az Országház vadásztermében július 1-i hatállyal kinevezte Magyarország 20 kormány megbízottját. Komárom Esztergom megye kormányhivatalát a jövőben is dr. Kansz Csaba kormány megbízott vezeti. A közigazgatásnak nincs más mértéke, mint a hazaszolgálata. Orbán Viktor miniszterelnök szerint ma a magyar állam legjobban működő szerve a középszintű közigazgatás. Azt várjuk a miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy a központi közigazgatás is méltóztasson felzárkózni erre a színvonalra, hogy azt tudjuk mondani, ez a különbség a következő években majd eltűnik, fogalmazott. Hozzátette, a középszintű közigazgatásban bevezették az életpálya rendszert, de tervezik a központi közigazgatásban dolgozók fizetésének emelését is. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a magyar államnak és az azt igazgatóknak mindig úgy kell működniük, hogy az állam megtartson minket annak, amik vagyunk. Ahogyan a választási kampányban is elmondtuk, hogy megőrizze Magyarországot Magyarországnak. Jelezte, nem lesz más a kormány megbízottak munkájának vezérfonala a következő években sem. Ezért azt kérte tőlük, hogy azzal a testtartással végezzék munkájukat, amelyben ott van egy 1000 éves magyar állam. A Tatabányai Ipari Parkban hamarosan egy új üzem épülhet, ahol évi 50 ezer tonna részfóliát gyárthatnak majd elektromos autók akkumulátoraihoz, írja a Portfolio.hu. A dél-koreai vállalat ígérete szerint a kivitelezés már idén megkezdődik, és a tervek szerint az évi 50 ezer tonna részfólia legyártására alkalmas üzem 2019 második felére már elkészülhet. A részfóliát az elektromos autókban használt akkumulátorok gyártásához használják. Az éves 50 ezer tonna gyártó kapacitás mintegy 2,2 millió elektromos autó akkumulátorának előállításához lenne elegendő. A beruházással kapcsolatban a vállalat szóvivője elmondta, hogy a részfólia egyetlen beszállítóivá válhatnak majd Európában, és jobb pozícióból vághatnak majd neki az amerikai és a kínai terjeszkedésnek is a jövőben. Újabb utcák és terek lettek tiltottak Esztergomban a hajléktalanok előtt. A korábban meghozott rendeletét bővítette ki egy módosítással a város, mely június 30-ától hatályos. Esztergom képviselőtestülete rendelet megalkotásával döntött úgy, hogy Esztergom közigazgatási területén a közrend, a közbiztonság vagy a közegészség és a kulturális érdek védelme érdekében kijelöl közterületeket, ahol az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabálysértésnek minősül. A hatályba lépés óta egy hónap telt el, így a gyakorlati tapasztalatok alapján módosítottak a szabályozáson. A védett esztergomi területeken érzékelhető módon csökkenést mutatott az életvitelszerű közterületi tartózkodás, azonban máshol szükségessé vált a beavatkozás. A történelmi Szent Anna és Aranyhegy városrészekről, a Duna Múzeumtól, a Babits Mihály Emlékháztól, továbbá a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Kolping Katolikus Középiskola környékéről tiltották ki a hajléktalanokat. Minden év július 1-e a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. Ez alkalomból került sor Komárom város egészségügyi díjának átadására is a monostori erődben. Az ünnepségen a kórház, az alapellátás és a mentősök teljes állománya jelen volt, akiket dr. Molnár Attila polgármester, valamint dr. Lőrinci Enikő, a Selye János Kórház főigazgatója köszöntött. Az idei évben 15 főigazgatói dicséretet, egy adjunktusi kinevezést és 6 emléklapot osztottak ki. Köszöntötték és méltatták a nyugdíjba vonuló munkatársakat is. Ezt követően a képviselőtestület döntése alapján idén dr. Szabó Mária szakgyógyszerész és Hopka Zoltánné vezető asszisztens vehették át Komárom város egészségügyi díját.
Az ünnepség befejezéseként a címzetes főorvosi címek adományozására került sor, valamint az alapellátás és a mentősök is kiosztották elismeréseiket. Csütörtökön a füllett időben a napsütés mellett szórványosan alakulnak ki helyi záporok, zivatarok, megélénkül az északnyugati szél, 26 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken gyakran lesz erősen felhős az ég, többfelé várható zápor, zivatar. Megerősödik az északnyugati szél, 20 és 27 fokra melegszik a levegő. Szombaton csökken a felhőzet, több órás napsütésre készülhetünk, számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Vasárnap a napos délelőttet követően gomoly felhők képződnek, ezekből nagyobb eséllyel keleten alakul ki egy-egy helyi zápor, zivatar. Mérsékelt lesz az északnyugati szél, kora délután 24 és 29 fok várható. A jövő hét elején általában gyengén felhős, derült lesz az ég, csapadék nem várható, 26 és 31 fokra számíthatunk majd.